Cseréljük ki most ennek a patkóféknek a betétjét. Először összenyomva ki lehet akasztani ezt a wolverine-t. Akkor két oldalra szétnyílik a patkó. Ez maradhat így, és most ki tudjuk könnyen lazítani a betétet a helyéről. Teljesen le kell csavarjuk ezt az anyát. Itt van egy alátét, egy ilyen kúpos szorító, szorítónak a belseje, és belülről pedig van maga a fék betét, amin szintén van egy kúpos szorítás, kúpos szorító és a lapos fedele. Ebben a sorrendben megy rá erre a betétre. Érdekes, jól el van kopva. Ott van benne egy kis fém, ami már elég jól belemart ebbe a perembe. Úgyhogy mindegy. Most beletesszük ezt az új fékbetétet. Mindegy, hogy jobb vagy bal, mert ezek egyformák. Nagyon dizájnos, szép fékbetét, kíváncsi leszek, hogy mennyit bír. Azt mondja, hogy dehogy is mindegy, rá van írva, hogy az az eleje. Ez a jobb oldali. Tehát egyértelmű, hogy nem a megfelelőt vettük először kézbe. Ez viszont left, a bal oldali. Az kell most nekünk, ide, így. Úgyhogy milyen kis alaplötyögése van, de ez nem számít. Akkor csavarjuk le ezt az anyát. Van ugye itt egy alátétünk alatta, egy sima lapos alátét. Van egy homorú tálca, egy domború szorító, és a másik oldalon a domború szorító és a homorú tálca. Tehát ugye ennek kell a másik feléről belülről belemenni. Így. És akkor fordított sorrendben először adunk neki egy szorítót, domborút, domború szorító, homorú tálca, sima lapos alátét és a leszorító anya. Így. Először csak így lazán a helyére teszem. Ugye könnyedén mozgatható le fel. És kiveszem a másik oldalt is, ugyanúgy kicsavarom az anyát. És kiveszem a fékbetétet. Erre a felére akkor a jobb oldali jelöléssel ellátott pofát tesszük. Anya, lapos alátét, alumínium tálca, vas domborulat, és a másik oldal ugye vas domborulat és alumínium tálca tartozik. Beletesszük a helyére. Így. És akkor jön a vas domború alátét, alumínium tálca, lapos alátét, és leszorító anya. Ennyi.
Most ezt is csak így lazán beállítjuk, beszorítjuk. Először összeakasszuk most akkor ezt a bovdent, amit úgy tudunk megoldani, hogy ezt a fékpofát egészen leengedjük, hogy teljesen alá csúszson a felni alá, és be lehessen tolni ezt az akasztót ide helyére. Ugye láthatóan, hogy működik az összeakasztás, ez ugye mobil. Egészen a bovdenig eltolom, és ezt a kis kúpos sapkát behúzom ide ebbe a ülékbe. Jó, és akkor most beállítjuk ezeket a fékpofákat. Úgy tűnik, hogy jelen esetben egyáltalán nem tudom annyira kiengedni a féket, hogy ez jó legyen. De ehhez azt kell csinálnom, hogy még a bovdent is ki kell lazítanom, mert az eredeti kopott fékpofával annyira össze volt húzva a bovden, hogy ezek az új fékpofák egyáltalán nem mennek be helyükre, nem tudom annyira szétnyitni a patkót. Úgyhogy kiengedjük a bovdennek itt a rögzítő csavarját. Sajnos itt nem valami jó hozzáférés, de akkor itt ezt kiengedjük, ezt a bovden csavart. Bovden az ugye el volt itt rejtve. És lazára, hogy ugye ki tudjon csúszni. Oké. Most a fékpofák már ugye simán beállíthatók a ehhez a minek nevezzem peremhez, kerékperemhez. Úgy kellene beállítanunk, hogy lehetőleg egy ilyen merőleges szögben álljon, és fölfeküdjön teljesen a peremre. Viszont a gumit ne érje el, ha behúzódik. Ezt most megpróbálom megcsinálni. Ezt úgy állítom be ezt a fékpofát, hogy rászorítom a karral a peremre. Így. Körülbelül jól álljon, de a gumit ne érje el, és merőleges legyen erre a szorítókarra, és most meghúzom a rögzítő csavart. Így. Nem teljesen, mert így is már egy picit elfordult. Picikét már így is elfordult. Jó. Megnézzük a másik oldalt, beállítjuk ott is. Most beállítjuk ugyanezen az alapon a másik oldalt is. Tehát a körülbelül jó pozícióba hozzászorítom a felnihez. Így. És beállítom merőlegesre ezt a szorítószárat, és meghúzom az anyát nagyjából, mert már megint fordul el, ezt majd beállítjuk a végén. Jó. Most beállítjuk a pofáknak az összetartását, amit úgy fogunk megtenni, hogy befűzöm a bovdent a helyére. Egy kicsit meghúzom. Most ugye teljesen meg van húzva, ez nem érdekes. De ezeknek a pofáknak egyformán, akkor ki is akasztottam, egyformán ki kéne rugózniuk, de ez láthatóan ezt a feladatát nem látja el. Ez semmit nem rugózik itt, kérem szépen. Semmit nem rugózik, elvileg ha meghúznánk, talán ez egy kicsit javulna ez a helyzet, mert itt nincs semmi rugózás. Semmi, de semmi. Most akkor megpróbáljuk ezt a feszítő rugót egy kicsit előfeszíteni, hogy legyen valami
hatása is, teljesen laza volt ugye a csavar. Igen, most már ugye a rugó dolgozik, és kihúzza a pofát, hogyha elengedjük a bovdent. Igen. A másik oldal az úgy tűnik, hogy dolgozik. Akkor most összeakasztom a bovdent, és egy picit előfeszítek. Aha, jó. Csak így lazán. És egy kicsit meghúzzuk ezt a csavart. Így. Jó. És most teljesen finom hangoljuk a pofákat. Az azt jelenti, hogy itt egy kicsit lejjebb kell engednünk. És a másik oldalon jól áll. Tehát ezen az oldalon egy picit lejjebb engedjük, mert nagyon fenn van a guminál. Mert nagyon fent van a guminál. Így. Így már jobbnak tűnik. Hoppá. Mondjuk így. És most meghúzom a féket. Elég keményen, hogyha húzom ezt a csavart, akkor a pofa ne forduljon el. Mert ugye erősen tapad a felnihez, és így nem fordul el a pofa, hogyha meghúzzuk becsülettel ezt a csavart. Így. Most jó helyen áll, mert nem éri el a gumit. Láthatóan nem éri el a gumit. A másik oldalt is így beállítjuk. Most jöttem, beállítottam, meghúzom. Így. A pofák jól állnak. Akkor most a feszítettséget fogjuk megoldani. Azáltal, hogy kicsit engedek ki ezen a csavaron, hogy a bovdenből tudjak egy picit lazítani. Így. Talán már el is forog a kerék, mindjárt megnézzük. Még nem az igazi, mert a kerékben levő kiegyenlítetlenség miatt hozzáér. Szerintem most már viszont jó lesz. Igen, most szabadon forog a kerék, annyira eltávolodtak a pofák egymástól. Meghúzzuk a bovdent. Jó, a bovden meghúzva. Fékeknek megvan a megfelelő kis mozgási lehetősége. Nem érik el a kereket. Akkor megnézzük, hogy ha behúzzuk, akkor megfelelően ki engednek-e párhuzamosan mindkét oldalra. Hát a jobb oldal az szépen dolgozik, ami látható. A bal oldal az sajnos rajta marad. Rátapad. Úgyhogy egy kicsit feszíteni kell a bal oldali feszítőrugón. Megmutatom hol. Ugye most az a baj, hogyha behúzom a kéziféket, akkor ez a kar benn is marad szinte. Ez nem elegendő, ez a kiemelés. Ezen a csavaron, ha tekerek beljebb, akkor ez a feszítő rugó, ami itt van elrejtve a kar mögött, ez feszesebben fogja kihúzni ezt a kart, amire nekünk most szükségünk is lesz. Úgyhogy tekerek be ezen a csavaron. Jó. Úgy tűnik most körülbelül mindkét oldal egyformán rugózik ki, egyforma távot hozva létre a kerék és a pofa között, vagy a felné és a pofa között, úgyhogy ez így most
Jó lesz, be van állítva a fék. Kicserélve a pufa és beállítva, oké. Okay. Most látható, hogy a két feszítő szár az rendesen vissza van tolva a rugó által, úgyhogy teljesen jól működik a fék, ahogy kell. Könnyű behúzni, fog rendesen, és szépen visszaáll a helyére, az alaphelyzetbe.